Az idei, sorrendben negyedik önkéntes véradási akción, amit szertán tartottak az Óbecsei Városi Színház tánctermében, 101 polgártársunk adott vért. Közülük 5-en most először. Azért döntöttem úgy, hogy vért adok, mert ezáltal tudok valakin segíteni, és azért is, mert úgy gondolom, hogy ez az én egészségemnek is jót tesz, mert egy kicsit feloldódik a vérem. De másokon is segítek. Humánus és egészségi okai vannak a véradásomnak. Most adok 61-szer vagy 62-szer vért. Édesapám volt rendszeres önkéntes véradó, és még most is az, úgyhogy jó példával szolgált nekem. Ezért kezdtem el én is. Nagyon jól érzem magam, de elsősorban az a fontos, hogy segíthetek másokon. Ez most körülbelül a 7.-8. alkalom. Humán okok miatt adok vért, és amióta egyetemista vagyok, véradóként olcsóbb a szemeszter hitelesítése is. Önkéntes véradó vagyok a katonaság óta, ez most a 72. alkalom. Humánus okok miatt, hogy valakin segíthessek, de nekem is megfelel, mert jót tesz az egészségemnek. Tény, hogy az önkéntes véradók száma sohasem elegendő, azonban aminek az Óbecsei Vöröskereszt csapata és a Vajdasági Transzfúziós Intézet mobil csoportja örült, az a nagy számú véradó, akik a valamivel másabb körülmények között, mint egyébként, már a kora reggeli óráktól sorban álltak azért, hogy vért adhassanak azoknak, akiknek erre nagy szükségük van. Igazán sokan eljöttek, reggel óta nincs szabad ágy. A folyosón, ahol a véradás előtti vizsgálat folyik, várakoznak. És ez nagyon jó. Azonban óvatosnak kell lennünk, és ebben a helyzetben be kell tartanunk az óvintézkedéseket, tehát a 2 méteres távolságtartást. Az emberek maszkot viselnek. A fertőtlenítés folyamatos. Mérik a testhőmérsékletet, és van egy kérdőív, amit a véradóknak ki kell tölteniük. Ilyen eddig is volt, de most külön hangsúlyt fektetünk az új betegségre. Olyan kérdésekkel, hogy pozitív volt-e a COVID-19-re, vagy pedig, hogy kapcsolatban állt-e olyan személlyel, aki beteg volt. Egy szóval kicsivel más körülményekben dolgozunk most, mint egyébként. Dr. Kulidzsán szavai szerint több betegség gyógyításához szükséges a vér. A rendkívüli állapot ideje alatt valamivel kevesebbet használták, de miután az élet visszatért a rendes kerékvágásba, ismét egyre nagyobb szükség van rá a kórházakban, főként a hiányzó vércsoportokra, azokra a negatív előjelű RH faktorokra. Bizonyos, hogy kevesebb vért adtak most, mint az eddigiek során ebben az időszakban. Azonban a kórházak igényei is csökkentek, és a tartalékban lévő vér elegendő volt a kórházak szükségleteire. Most azonban már újra beindult az élet. Elkezdték végezni a sebészeti beavatkozásokat. Több beteg fekszik jelenleg kórházban, úgyhogy a szükségletek ismét növekszenek. Ezért nagy szükség van a vérre, különösen a negatív RH faktorokra, mert ezekből hiány lehet már néhány napon belül. Azok, akik elmulasztották a szerdai önkéntes véradási akciót, ezt a humán cselekedetet bepótolhatják július 17-én Péter révén, vagy augusztus 14-én Bácsföldváron. Óbecsén a következő önkéntes véradási akciót július 8-án szervezik meg.